Mi volt az Olasas mérkőzés, hogy lehet azt a találkozott? Hát szerintem az egyik legjobb meccsünk volt. 2-0-ig vezettünk, 2-0-ra vezettünk az elején. Sajnos utána két buta hibából egyenlített a Vasas, de úgy gondolom, hogy helytálltunk, sőt, úgy gondolom, jobban játszottunk, mint ők. Szeretnék ezt megmutatni a most hétvégén is. Milyen a hangulat? Ugye két győzelem után vagytok, Szeged, illetve Pécs. Hogy edzettek, milyen a hangulat a csapatházatájában? Nyilván nagyon jól jött nekünk ez a két győzelem, a Gyirmoti hazai vereség után. Nagyon jó hangulat volt, úgy készültünk, hogy a kupameccsen is mindenképp nyerni szeretnénk tovább jutni, és nyilván ez a hangulaton is segített. Mi meccse számít a vasárnap este a Vasaseren? Hát ez biztos, hogy nagyon jó meccs, nyilván tévés meccs lesz. Ugyanolyan hasonló jó meccset várok, mint a előző 2-2-5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 -
erős, csak ugye a Radófejtesi vannak erős támadóik, mi az, amire figyelni kell különösen nektek? Nyilván a támadóik is erősek, de középpel és a védelemben is NB1-et megjárt játékosaik vannak. Gondolok itt Pátkai Mártira mondjuk, aki volt csapattársam, tudom, hogy milyen képességekkel rendelkezik. Egy jó csapattal találkozunk, viszont szeretnénk eltüntetni a anyagi lehetőségeket a pályán vasárnap. Köszönjük és hajrá, Hali! Szépen.